Sziasztok! Ha szeretitek az őszi szezont, akkor ez a videó nektek készült. És akkor is, hogyha érdekel benneteket az amerikai üzlet, eladás, marketing. Mert hogy itt van ez a rémegyszerű dolog, a pumpkin spice, vagyis a tökfűszer, illetve az ezzel ízesített teljes kávé, a pumpkin spice latte. Ez úgy nagyjából 20 év alatt Amerika egyik legfelkapottabb, legnépszerűbb terméke lett. Az amerikaiak szerintem már élni sem tudnának nélküle, olyan kultusz övezi, ami épp észre fel sem fogható. Úgyhogy a fűszerrel és az őszi kávéval is foglalkozom részletesebben. Nézzük akkor, hogy mi az a pumpkin spice. Az egyszerű változatában fahéj, szegfűszeg, szerecsendió, szegfűbors és gyömbér van. Olyasmi egyébként, mint a mi mézes kalács fűszerünk. De pluszban lehet tenni citromot és kardamomot is, de az már tényleg a túl gondolt változat. Az illata és az íze pedig behozza az őszt, még Floridába is, segít ráhangolódni az ünnepekre. Ne gondoljátok, hogy ez valami új dolog, tényleg már George Washington elnök idejében is benne volt a szakácskönyvekben. Az ételeket már akkor is készítették pumpkin spice fűszerkeverékkel. A legnépszerűbb közülük ugye a sütőtökös pite. Így lehet kapni konzervben a tökpürét, ugye a pitéhez, vagy akár a kávéhoz. És épp azért népszerű, mert ugye nosztalgikus. A családi hálaadások emlékét idézi fel. A kávékba egyébként egy Peter Dukes nevű fickó tette elsőként. Ő a Starbucks termékmenedzsereként próbált összehozni egy finom szezonális kávét, olyat, amely felülmúlja a korábbi ízesített kávék sikerét. Például a borsmentásét és a pumpkin spice latte, ami megszületett, az egyeduralkodó lett. Amerikában nem csak Jézus előtti és Jézus utáni időszak van, hanem pumpkin spice latte előtti és pumpkin spice latte utáni időszak, és ez nem vicc. Ezek itt a tökösek. A nagy méret a pumpkin spice latte-ból $5.25. Én a muffinnal együtt $8 fizettem. Ez a tökös muffin, ez nekem ízlik. Ha egy hangyányival kevesebb cukor lenne benne, akkor persze jobb lenne, de nagyon sokat dob rajta mondjuk a krémsajt. Ez jó. Megkóstolom a kávét is. Ez ilyen karácsonyi sütemény olvasztva. Tényleg a mézes kalács folyékony változata. Ebben nagyon sok cukor van szerintem. Úgy tudom, hogy egy ilyen pohárban egy olyan 50 g-nyi, ami mondjuk olyan, mintha most hirtelen megennék mondjuk 10 Oreo kekszet. Brutális, lehetne kevesebb, de tényleg ez sem rossz. Az a jó benne, hogy így előre hozza az ünnep hangulatát. Na és az abrakadabra, hogy ugye a sikeren felbuzdulva minden cég elkezdett saját pumpkin spice-os termékeket piacra dobni. Van már sütőtökös Oreo, krémsajt, chips is. Ez itt egy tea. Reggelire a granola. Ez pedig itt egy pumpkin spice-os perec. Vatta cukor is. És gyertya is. Több száz márka rukkolt elő, hogy nem tök fűszeres saját termékkel. Mert hogy az amerikaiak mindent megvesznek, amiben pumpkin spice van. Oda jutott ez a dolog, hogy már létezik olyan, hogy tökfűszer adó. Megmutatom nektek, hogy miről van szó. Itt van pumpkin spice fűszer, 6,99. Ugyanaz, de nem pumpkin spice-os, az 5,49, tehát $1 drágább. Mert hogy az amerikaiak annyira pumpkin spice mániások, hogy akkor is megveszik, hogyha drágább. A gyártók meg nyilván örülnek a haszonnak, úgyhogy egyre több termékbe rakják bele. Ez itt kérem egy óriás biznisz. Az Egyesült Államokban Halloween előtt valóságos tökőrület van. Ilyenkor itt már minden tökös, mert hogy az amerikaiak azok tökmániásak. Ezzel dekorálnak, ezt faragják és ezt is eszik. Ez itt például egy üzletbejárat a kirakott tökökkel. Messziről is jól látszik, ahogy virítanak a farmokon a tökök. Lehet menni ilyenkor tök szüretre. 6 állam vezet a tök termesztésben, és egy hónap alatt, gyakorlatilag októberben több mint 800 millió tököt szüretelnek a farmokon. Egyébként több mint 45 féle tök van.
de ezek közül a legnépszerűbb faragható fajta a Howden. Na de nézzük akkor, hogy az üzletekben mennyire tökös a kínálat. Ez 10 dollár, jó pofa. A kicsi 13 dollár. Ez a nagy 8 dollár. Az üzletek bejáratánál rögtön ott vannak az őszi termékek. Kozmetikumok is, dekorációk is. A milliónyi kávé ízesítő. Szintén, ugye, tökös. Itt is. Az illatgyertya. A kutyatál is lehet narancssárga. Nagy faragható tökök 6 dollárba kerülnek. Így külön állványom, most ez az aktuális. Tökös kenyér. Már szinte az utolsó darabokat veszem meg a tökökből. Lehet, hogy ez most így túltömény volt, de azért bízom benne, hogy senkinek nincs tele a... Mert hogy a Halloween az még most jön, és arra külön videóval készülök. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!